Speed boost, hol shift to... Oszta! Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Visszatértem ide a Roblox világába és hoztam nektek egy különleges videót, amiben nem más fogunk csinálni, mint lucky blokkokat fogunk talán nyitogatni, hiszen még sosem próbáltam ki ezt a szerver, de látom azt, hogy lucky blokkok a Robloxban, hát ezt ki kell, hogy próbáljam. Sokaknak ismerős lehet a Lucky Block, ugye a Minecraftból, ott egy nagyon-nagyon vicces dolog, hiszen random cuccokat nyitogathatunk, és látjátok, hogy vannak ilyen hidak ezen a pályán, és fogalmam sincs, hogy itt mit lehet csinálni, hogyha kimegyünk, gondolom, ott lehet PvP-zni, stb. Stb. Ott írja föl, hogy hány percet játszottam, és itt le van lokkolva, 10 percnél lehet a következő valamit kinyitni, vagy Robuxért lehet, stb. Stb. De menjünk ide, szerintem így lehet elvenni az... Oh, percenként lehet úgy tűnik egy lucky blokkot nyitogatni, hát ez tök jól néz ki, mennyire jól néz ki a textúra, srácok, hogy kell ezt lerakni, vagy hogy kell kinyitni? Hát nem szeretném, hogy instant ki tudjam nyitni, és ki is nyitottam, úgy tűnik kaptam belőle, ezt is úgy kell nyitogatni, mint a Minecraftban, kaptam belőle egy, mi? Srácok, ez most komoly? Ebből a kis csőből egy ekkora golyót lehet kilőni? Ez most hogy passzol? Szerintetek ebből a fegyverből hogy jön ki egy ekkora golyó? Hát ez nagyon-nagyon furcsa. Hát amíg betöltődik nekünk, vagyis hát elsőnek ki is veszek gyorsan egy lucky blokkot, hiszen 9 másodpercünk van, 80 Robuxba kerül az, hogy egyből el tudjuk skippelni, de én nem szeretnék annyit költeni rá, hiszen hát miért költenék annyit rá, hiszen ez mégiscsak egy darab minigame. Meg is van a következő lucky blokkom, ugye egy perc múlva tudnánk kinyitni, hát itt van végfőnál, hiszen jól látom, ő egy igazi sajt, hiszen az ismerősöm. Megvédem őt, jaj, hát megsebeztem, de nem teljesen védtem, még annak egy Minecraftos kardja van, és elhagytam a felszerelésemet, ne! Hogy egyből ki kell nyitogatnunk a dolgainkat, srácok, hiszen már 10 másodpercünk elment, lehet, hogy mégis megveszem azt a skippet, hiszen nem szeretnék folyton várakozni, hiszen egyből szeretnék, srácok, nyitogatni. Nekem, srácok, annyit megér a ti szórakozásotok, az, hogy minél többet ki tudjunk ebben a videóban nyitni. Nyissuk is, megnyitom az egyes, és egy katonát szereztünk, ezt már nevezem, halljátok, szóval igen, megveszem gyorsan, elskippelem, srácok, hogy ti tudjatok, ugye, purchasing, meg is veszem azt, hogy nektek még jobb legyen a szórakozásotok, és meg is tudtam venni, úristen, végre, meg ki tudjuk nyitni a következőt is, és kaptam, ez egy hal, srácok, ez egy hal, amiből egy penge áll ki a szájából. Hát ez nem tűnik annyira barátságosnak szerintem, de most már mindig tudjuk egyből kinyitogatni a lucky blokkainkat, srácok, hiszen megvettük ezt a cuccot. Remélem azt, hogy ti örültök ennek, srácok, hogy nem kell perceket várakozni. Most megvettem 5 darabot, nyissunk is ki még egy lucky blokkot. Ez mi? Egy milliárdjú? Újra le tudtuk rakni. Srácok, itt meg tudjuk védeni a bázisunkat. És ez folyton remélem, hogy újra fog tölteni, nem már. Le kell folyton újra rakni, vagy valami. Hey. Norris, jó, te úgyse fogsz engem bántani, azt tudom. Lerakom a következő lucky blokkot. Ez valami speed boost, hol shift to... Wow! Srácok, ez valamiért gyorsan is tudunk most már futni. Szegény Norris-t megölték, hát ezt nem hiszem el, ilyen gonosz embereket. Következő, ez nem... Boszorkány vagyok. Srácok, boszorkány lettem egyből. Nehogy kiszállj nekem minden ez. Ez hogy kell vezetni? Amerre klikkelek, arra megy. Én leszeretnék csak szállni, hiszen mindjárt ellőnek engem. Ezt hogy kell csinálni? Gyorsan leengedem, remélem a full damage-ben nem halok bele. Jól van, kinyitjuk a következőt. Ettől ilyen gyorsak leszünk, vagy magasugrás. Tudom én, srácok, itt a Robloxos dolgokat most mondjátok meg, hogy nem. Itt a bázis, amúgy megpróbálom még jobban bevédeni a bázisomat, hogyha valaki idejön, és Norris nem fogja, megvédem Norris-t, halljátok, remélem, hogy őt nem fogják lelőni. Jöjjön a 7-es. Ez egy ilyen valami. Hát ez ilyen kalóz akármét, nem rossz, azért valljuk be. 2 perc és most már még több lucky blokkot tudunk majd nyitogatni. Nyomjuk meg, már van 8 darabunk. Ebből kijött, ez mi? Ki tudtak lőni, ezt nem hiszem, pedig megkaptam ugye Wolverine-nak a karmát. És az tök király, azt nagyon szeretem, azt a filmet, de hogy tudtak belőni ide? Direkt, hát eljöttem tök messzire, hogy tudtak kilőni, jöjjön a 9. Ebből mi ez? Ó, egy i, végre én is meg tudom védeni a bázisomat, meg tudom ellőni őt. Ó, ez visszapattant itt erről a védőhurokról, szóval meg tudok bentébb menni. Ha-ho-ha-ho! Ja nem, Krisztől, lehet, hogy ő is sajt, szóval téged, Kriszt, nem lőlek rá, kivéve, ha te is megülsz engem, hiszen akkor valószínűleg nem vagy egy ismerős nekünk, de szerintem ő írogatni szeretne, ő tudja, egy nagyon király sajt. Na, opszi, nem a nullát, nullát nyomjuk meg, nyissuk ki az utolsó lucky blokkot valahogy. Na! A nullás lucky blokkból, halljátok, kaptam egy ilyen nagyon-nagyon firos katanán, ami... Jaj, megvédem Krisztet! Srácok, most meg fogom védeni Krisztet! Ne, hát musánk megölt. Pedig én csak meg akartam védeni. Ne! 2, 3, 4, 5, 6, 7, és most már ebből is tudok venni. Ez a hetedik amúgy lehet, hogy különlegesebb lesz, hiszen tudjátok, jó videóhoz. Gondolom azt, hogy ő egy néző. Köszöntelek téged, Kriszt, örülök, hogy te is itt vagy, csak sajnos nem tudunk úgy tűnik kommunikálni. Most egyből kinyitottam 5-öt, nyissuk a 6-dikat, a 7. valami különlegesség lesz, hiszen az már másik oldal. Tehát ez mi? Ó, srácok, ez ilyen horn, amivel tudok ilyen csatajelzőt, azt a ilyen flash logó van rajta. Tehát, mi? Ezt most én hívtam le? Ez valami égi segítség volt, vagy nem tudom. Hát kaptam egy ilyet, hát ez mi? Ez meg gránát? Azt a... Srácok, ez meg mi a fene? Hát ez durva, ez meg... Úristen, lett egy ilyen farok, hát ez nagyon-nagyon hasznos. Meg lett egy dínom, mondd, hogy rá tudok ülni. És rá tudok ülni, ezt nem hiszem el. Srácok, ez nagyon jó a Robloxba is, a lucky blokkok. Mennyire király! Most hogy tudok erre leszállni? Leszeretnék szállni! Ezt ügyeljétek, a 4 csövű fegyver, ebből 4 ilyen gránát... Ó, Isten, mit is oda kövek jönnek ki belőle? Mi ez a 6-os? Még ezt megnézem. Hát úgy tűnik, hogy ezzel csak ütni lehet, az nem valami jó. Nézzük meg, kimegyek, srácok! Itt a... Úristen... Oh, hey! Haver! Egy picikét szerintem elmértem az ívet, halljátok, és le is fogok zuhanni. Ajaj, ebből gondok lesznek. Meg akarják ölni, szóval azt csináljuk, srácok, hogy elmegyek megmenteni. Körbenézek most már itt a vidéken. Most már azért... azt hittem azt, hogy ilyen nagyon-nagyon erősek vagyunk, de most már meg fogom védeni, akárki megtámadja a sajtokat, srácok. Most már vagyok olyan nagyon jó szinten, hogy itt is rendre fogok most már tenni. Hát nem a farokkal, azzal nagyon sok mindent nem tudok csinálni, de a kis késsel simán a kis késit le fogom őket. Na hát, srácok, szerintem ebben a videóban még nyissunk ki 5 darab lucky blokkot. 1, 2, 3 és 4, és megsebeztek valahogy, és jöjjön az 5. Ezt az utolsót még kinyitom, srácok, és hogyha szeretnétek egy következő részt, azt mindenféleképpen jelezzétek nekem kommentek között, hiszen akkor még nyitogatni fogunk például már olyan kékeket, stb. Stb. Itt maradok, itt afkolok már mondjuk 60 percet, és már ilyen diamond lucky blokkokat is fogok nyitogatni, hogyha szeretnétek, vagy akár ilyen szuper lucky blokkokat, csak ezt egy like-kal, srácok, és egy kommenttel jelezzétek nekem, és hogyha újra lennetek, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára, azt nagyon szépen köszönöm, és kaptam egy gumibotot, wow! Jön a következő, azt az, milyen jól néz ki, halljátok. Igen, láttam, Kriszt, hogy magyar vagy, nagyon-nagyon örülök neki, csak sajnos nem tudunk most beszélgetni, hiszen nem látom, amit írsz. Jön a 3. Úristen, ez mi? Ja, ez a kis katona, igen, amivel nem tudtunk ez előbb sebezni. Jöjjön az utolsó előtti ebben a videóban, nyissuk is ki, hát ez egy ilyen flash grenade szerintem néhány játékban, de kíváncsi leszek, hát nem igazán akar felrobbanni, azért valljuk be. Bár inkább nem megyek a közepére, nyissuk ki, srácok, az utolsó lucky blokkot. Milyen jól passzol amúgy, halljátok, a sisakomhoz. Most figyeljétek, mennyire menő a sajt sisakkal ez a sárga cucc a kezembe, és az utolsó nem más, mint egy íj. Hú, de nem akármilyen így, ez nagyon jól néz ki. Krisztet nem ők, megpróbálok. Hello Kriszt, látom, hogy itt vagy. Meg fogok átlőni innen. Hát ez jó sikerült, jól tudtad karakterem célozni nagyon. Osz ki ott? Muszágá, hát megölöm Muszágát, srácok, de úgy tűnik, hogy még keményebb cuccokkal van, mint én sajnos. Muszaga le is esett, hát fél tőlem. Na és hát, srácok, ez a videó ennyi lenne, remélem azt, hogy nagyon-nagyon élvezitek, szerintem tök sok lucky blokkot kinyitottunk, és nagyon-nagyon jó dolgokat kaptunk belőle. Írjátok le kommentben, hogy nektek melyik tárgy volt a kedvencetek, és azt is, hogy szeretnétek egy következő részt. Ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok egy hatalmas lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a feliratkozást. És ezt mindent meg megtetétek, ott van a leírás legalsó sorában az MC-shop, hogy még az utcán is menőek legyetek a sajtos cuccaitokban. Na de ez a videó ennyi lenne, a következőben találkozunk, legyetek jók, én meg megyek és megvédem Norist. Hello!